Zelenka Jánosnak hívnak, a Futura megnyitása 2012 nyara óta vagyok az intézmény munkatársa, és én a legfelső szint, a tűz szint felelőse vagyok. A tűz szint a többi szinthez képest egy picit relativizálni próbálja az információkat. Itt megtanulhatjuk, hogy ugyan nagyon sok mindent megtudhatunk a természetről megfigyelés útján, de nem mindig szabad elhinni azt, amit a szemünk lát, vagy az elménk tapasztal. A tűzszint legnépszerűbb játéka talán a tűfal. Ugyanis ez azonnali jutalmat biztosít, mivel aki az egyik felén belenyomja a tenyerét, vagy a bátrabbak az arcukat, azok a másik felén egy háromdimenziós domborműben csodálhatják meg önmagukat. Kiemelném a tűzszint egyik legkülönlegesebb installációját, a mögöttem látható Mini Space World-et, ahol két óriási és rendkívül részletes terepasztalon ismerhetjük meg egyrészt a Hold felfedezését és a 6 sikeres Holdra szállást, valamint egy elképzelt jövőbeli világot, egy várost, ahol talán majd egy, esetleg 200 év múlva az emberiség a Holdon is akár tud élni. Tűzszint áttellenes végén található a sötét szobában egy foszforeszkáló fal is, ahol tulajdonképpen megörökíthetjük néhány perccel az árnyékunkat, ugyanis a felvillanó fény hatására a fal feltöltődik, ám ha valaki előtte áll, akkor ugye természetesen ott a fal nem kap fényt, így ott sötét marad és megcsodálhatjuk a saját lenyomatunkat.